A Vörösmarty Könyvtár gyermekrészlegében már pénteken megkezdődtek a 95. ünnepi könyvhét fehérvári programjai. Az első vendég Dániel András író, illusztrátor volt, a népszerű Kufli sorozat szerzője, aki egy jó hangulatú beszélgetésre és dedikálásra invitálta olvasóit. Szerettem volna egy olyan képes könyv sorozatot írni és rajzolni, akkor persze nem gondolkoztam ilyen hosszú sorozatban, csak 2-3 kötetben, ami úgy szól a gyerekekhez, hogy közben azért megszólítja a szülőket is. Hiszen a gyerekkönyvek, főleg a kisebbeknek szóló könyveknek az olvasója a felnőtt, hiszen ő olvassa fel a gyereknek ezt a könyvet. Dániel Andrásnak 2012 óta jelennek meg gyermekkönyvei, amelyeket ő maga illusztrál. A Kufli sorozat egy próba és egyben megerősítés is, hogy a 21. század gyermekei és szüleik miként tudnak egymástól tanulni, hogyan nem kell dramatizálni dolgokat, hiszen mindig mindenre van megoldás. Olyan nyitott, minden irányban nyitott világot próbáltam kreálni, és ez az elhagyatott rét az, ahol tulajdonképpen bármi megtörténhet. Olyan módon, hogy közben hiányzik belőle az az elem, ami nagyon sok mesében ott van, és ez az agresszió. Egy olyan világot képzeltem el, ahol nincsen ellenség, nem kell ám megvédeniük magukat a főhősöknek valakitől. A találkozón megerősödhetett az eddig is tudott, hogy a kuflik se nem emberek, se nem babok, se nem kiflik, de legfőképpen nem egyformák. Ugyanakkor sok tulajdonságuk hasonlít az emberekére, ezért is tudnak főszereplők lenni a kalandokban, és bár a történetek gyerekek számára készültek, talán ezért nyújtanak a szülők számára is élményt.